Lemondott a Jobbik elnöke. Jakab Péter nem sokkal ezelőtt közösségi oldalán jelentette be döntését, miközben ezekben a percekben is tart még a párt választmányi ülése Budapesten. Egyelőre nem tudni, hogy Jakab Péter a helyszínen van-e, a Facebookon viszont azt írta, idézem, már a világossá vált, hogy az új elnökség nem kívánja a tagság útját járni, a szükséges döntések meghozatalához nem biztosítják számomra a többséget, vagyis kivették a kezemből a Jobbik irányítását. Hozzátette, munkáját a párt frakcióvezetőjeként folytatja.